Hello, sziasztok, és csodálatosan szép jó napot, valamint kellemes, mosolygós, vidám, szombati napot kívánok mindenkinek, üdvözlettel Frici, Balatonakaliból. Nos, tisztelt hölgyeim és uraim, lányok és fiúk, kedves nézőim, én itt vagyok Balatonakaliban, ami természetesen nem a véletlen műve, hiszen ez egy újabb spontán amatőr, vágatlan, sétálós, értelmetlen, gagyi videó lesz tőlem Fricitől, mint ahogyan azt már megszokhattátok. Ha gondoljátok, tartsatok velem Fricivel ebben az újabb, spontán, amatőr, vágatlan, sétálós, értelmetlen, gagyi videóban, amit itt rögzítek Balatonakaliban. És most tulajdonképpen azt a túrámat folytatom tovább, amit én az ezt megelőző videóimban kezdtem el, de ahhoz, hogy értsétek, hogy én most itt tulajdonképpen miről is beszélek, feltétlenül nézzétek meg az ezt megelőző videókat is. Köszönöm szépen! Akkor jöjjön hát a folytatás, tartsatok velem Fricivel, ebben az újabb, spontán, amatőr, vágatlan, sétálós, értelmetlen, gagyi videóban. Jöjjön hát a folytatás, tartsatok velem most. Köszönöm szépen, és akkor folytatom tovább a mai túrámat. Tartsatok velem a továbbiakban is. Köszönöm szépen. És akkor én a továbbiakban arra felé fogom folytatni az én kis túrámat, tehát arra felé fogok haladni a továbbiakban, tehát abba az irányba haladok tovább, amúgy arra felé van Balatonudvari, de még mielőtt tovább haladnánk arra felé, megmutatom nektek konkrétan azt, hogy az ezt megelőző videómban melyik irányból is érkeztem. Így hát fordulok is már egy 180 fokot, ahogy láthassátok ezen a felvételen, és akkor megmutatom nektek konkrétan azt, hogy az ezt megelőző videómban én abból az irányból érkeztem, tehát az ezt megelőző videómban én abból az irányból jöttem, arra felé van Zánka, de ahhoz, hogy értsétek, hogy itt én tulajdonképpen miről is hablatyolok, feltétlenül nézzétek meg az ezt megelőző videókat is. Köszönöm szépen! Így hát a továbbiakban én nem arra felé folytatom a túrámat, hiszen abból az irányból jöttem, arra felé van Zánka. Így hát fordulok is egy újabb 180 fokot, és haladok tovább ezzel a szombati túrával, így az éjszakás műszak után tartsatok velem a továbbiakban is. Köszönöm szépen! És akkor én a továbbiakban arrafelé folytatom az én kis túrámat, tartsatok velem! És akkor, ahogy láthassátok ezen a felvételen, én már haladok is tovább a mai kis túrámmal, itt Balatonakali területén, mert hogy ez itt Balatonakali, ahol most is éppen gyalogolok. És akkor folytatom tovább a mai túrámat. Amúgy a mai napon ugye szombat van, pontos idődátum folyamatosan a képernyő aljában látható. És akkor haladok tovább. És akkor szépen haladok szépen Balatonudvari irányába. Tartsatok velem a továbbiakban is. Köszönöm szépen! És akkor haladok tovább természetesen, hát folytatom tovább a mai túrámat itt Balatonakali területén, hiszen ugye ez már itt Balatonakali, ahol most éppen gyalogolok, és a következő település az Balatonudvari lesz. És akkor a következő település, ami majd következik, nem sokára, vagyis még egy kicsit odaébb van, az ugye majd Balatonudvari lesz. Hát bízok benne, hogy a mai napon el fogok jutni egészen Balatonudvariig, és akkor ott majd felszállok a vonatra, és visszautazok Balatonfüredre, és Balatonfüredről pedig busszal visszautazok Veszprém városába.
Hát, hogy ezeket a videókat fele fogom tölteni a mai napon, hát az egyáltalán nem biztos, hogy ezek a videók a mai napon ki is fognak kerülni a csatornára, tehát az egyáltalán nem biztos. Valószínű, hogy inkább majd csak a jövő hét folyamán fogom ezeket a videókat föltenni a csatornára, mert még nem tudom, hogy mikorra fogok visszaérkezni Veszprémbe, mert én nem tudom, mikorra fogok visszaérkezni Veszprémbe, így hát ugye valószínű, hogy ezek a videók nem a mai napon lesznek közzétéve, hanem szerintem a jövő hét folyamán. És akkor haladok tovább, és lassacskán Balatonakalinak is a végéhez érkezek, tehát hamarosan elhagyom Balatonakali települést is, és a Balatonakali után ugye Balatonudvari fog következni. Hú, gyerekek, a mai napon azért már Zánkától gyalogoltam egy kicsit. Jó, hát ez nem olyan sok, csak így az éjszakás műszak után azért érzem. És akkor haladok is tovább itt Balatonakali területén. És ahogy mondottam, ugye Zánka határából indultam el, mert tényleg Zánka határából indultam el ezen a szombati napon. De nézzétek meg a NESZ megelőző videókat is, és akkor fogjátok érteni, hogy tulajdonképpen miről is hablatyolok. És akkor szépen haladok tovább itt Balatonakali, most még Balatonakali belterületén, amit egy pár száz méter múlva el is fogok hagyni. Hát itt a lakópihenővezetnek már vége is van, tehát itt vége van a lakópihenővezetnek, vagyis megyünk külterületre, tehát megyünk kifelé a külterületre, mert láthassátok, hogy itt van a lakópihenővezetnek a végét jelző tábla, tehát ez azt jelzi, hogy itt van vége a lakópihenővezetnek, ahogy láthassátok ezen a felvételen, tehát ez a tábla azt jelzi tulajdonképpen, hogy itt véget ér a lakó-pihenő övezet, és akkor én folytatom tovább a túrámat Balatonudvari felé, tartsatok velem a továbbiakban is, köszönöm szépen! És akkor pillanatokon belül elhagyom Balatonakali települést is, mert tényleg pillanatokon belül elhagyom Balatonakali települést. Tábla áthúzva, hogy Balatonakali településnek vége. Tehát itt van áthúzva a tábla pirossal. De ezt majd mindjárt látni fogjátok. Úgyhogy haladok tovább. És akkor itt van a tábla, amiről beszéltem. Itt ér véget Balatonakali település, ahogy láthassátok ezen a felvételen. Tehát itt ér véget Balatonakalinak a belterülete valójából. Tehát itt ér véget a belterülete Balatonakalinak, illetve itt van vége a falunak is
egyúttal, ahogy láthassátok ezen a felvételen, és akkor én folytatom tovább a túrámat Balatonudvari irányába. Tartsatok velem a továbbiakban is, köszönöm szépen, és akkor viszlát Balatonakali, hamarosan visszatérek ide Balatonakaliba, nyilván videón kívül, meg átutazóba, de visszatérek, úgyhogy viszlát Balatonakali. Érzengős búcsút veszek Balatonakali településtől, szervusz Balatonakali, a viszontlátásra. És akkor haladok is tovább, tehát folytatom tovább a túrámat. Hű, gyerekek, azért így az éjszakás műszak után azért érzem, hogy azért már fáradt vagyok, picit, hát nem is van picit, de hát ugye ez az én döntésem volt, hogy nem fekszek le aludni, hanem folytatom inkább tovább a túrámat, mert ugye ez az én döntésem volt. Még vétek is lett volna lefeküdni, aludni ilyen szép időben, hiszen ragyogó napsütéses idő van, ahogy láthassátok ezen a felvételen, az égbolt is ragyogó, olyan szép kék, tehát szép tiszta kék égbolt. Vétek lett volna ilyen szép időben aludni az éjszakás műszak után nappal. Inkább eljöttem és túrázok egyet. Így legalább haladok a túrával is közben. Méghozzá abból a túrával, amiben tulajdonképpen már hetek óta benne vagyok, mert tényleg már hetek óta benne vagyok ebbe a túrába, mert tényleg már hetek óta ugyanebbe a túrába vagyok benne. Hát valójában ez a már a hatodik etap, tehát ez a mai már a hatodik etap, mióta elkezdtem ezt a túrát, hetekkel ezelőtt, de nézzétek meg az utóbbi hetekben készült videókat is. Köszönöm szépen! Hogyha megnézitek az utóbbi hetekben készült jó pár darab videót, mert azért már jó pár darab videót rögzítettem az utóbbi hetekben ezzel a túrával kapcsolatban, és ez valójában még ugyanaz a túra, mert ez tényleg még ugyanaz a túra, csak hát közben egy kicsit a szisztémán változtattam már, mint az útirányon, vagyis megfordítottam a útirányt tulajdonképpen. Mert ugye ezt valójában úgy terveztem, ezt a túrát, hogy Balaton akaratjától elgyalogoltam volna Badacsonyig. Tehát valójában így volt ez a túra tervezve. Mert tényleg valójában így terveztem ezt a túrát, hogy Balaton akaratjától elgyalogoltam volna Badacsonyig. Csak aztán ugye ezen változtattam, mert változtattam ezen, igen egyszerű oknál fogva. Hát azért, hogy ne legyen ellenfényes egyik videó se, mert ha most Balacsony irányába haladnánk, tehát ha most Balacsony irányába haladnánk, és nem pedig Balatonalmád irányába, akkor több mint valószínű, hogy végig, tehát végig ellenfényesek volnának a videók, és mint tudjunk, ellenfénybe nem a legjobb videózni, mert tényleg nem a legjobb videózni ellenfénybe, így hát végül is azért döntöttem úgy, hogy megfordítom ezt a túrát, mert megfordítottam ezt a túrát, hiszen hogyha megnézitek a hetekkel ezelőtt készült videókat, abban ugye jól látható, hogy ezt az egész túrát tulajdonképpen Balaton akaratjától kezdtem el, és Balaton akaratjától elgyalogoltam Balatonalmádiig. Aztán jött ugye a fordítás, mert ugye aztán jött a fordítás, és ugye azután már ugye Badacsonyról indultam, és Badacsonytól haladok Balatonalmádi irányába. Igen egyszerű az oka ennek, hogy elkerüljem a ellenfényt, hiszen ugye rövidülnek a nappalok, tehát rohamosan rövidülnek a nappalok, hiszen október 12-e van, pontos idődátum folyamatosan a képernyő aljában, tehát rohamosan rövidülnek a nappalok, és egyre lejjebb és laposabban jár a nap, így hát azért döntöttem úgy, hogy ezt az egész túrát végül is megfordítottam, és Badacsonytól indultam el visszafelé Balatonalmádi irányába. És akkor haladok tovább természetesen, folytatom tovább a mai túrámat, és itt mindjárt is kell kanyarodnom majd balra, hiszen itt az út el fog kanyarodni balra, és megint el fogunk távolodni a 29-es számú vasútvonaltól.
tehát megint el fog távolodni a kerékpárút a 29-es számú vasúttól, vasútvonaltól. Amúgy ez még mindig a Balatont körbekerülő kerékpárút, ahol éppen gyalogolok, hiszen már hetek óta ugyanezt a túrát csinálom, mert már tényleg hetek óta ugyanezt a túrát csinálom. Tehát nézzétek meg a utóbbi hetekben készült videókat is, és akkor fogjátok érteni, hogy tulajdonképpen miről is hablatyolok. És akkor itt el is kell kanyarodjak balra. Tihany 13 km, Balatonudvari 4,5 km. De ezt mindjárt meg is mutatom, hiszen itt van a tájékoztató tábla, így ezt meg is tudom mutatni. Tehát ott van, látható. Tihany 13 km, Balatonudvari 4,5 km, ahogy láthassátok ezen a felvételen. Tehát szerintem ez látható. Tehát Tihany 13 km, Balatonudvari pedig 4,5 km. És én folytatom tovább a túrámat. Tartsatok velem a továbbiakban is. Köszönöm szépen. És akkor haladok is tovább, méghozzá arrafelé. Tartsatok velem a továbbiakban is. És akkor már folytatom is tovább a túrát. Hát szépen folytatom tovább a túrát itt a Balatont körbekerülő kerékpárúton, hiszen ahogy mondottam, már hetek óta ugyanebben a túrában vagyok benne, tehát már több hete ugyanezt a túrát csinálom. De ahogy mondottam, nézzétek meg a utóbbi hetekben készült videókat is. Köszönöm szépen! És akkor haladok is tovább természetesen, ahogy láthassátok ezen a felvételen. És tényleg gyerekek, baromi jó idő van, tehát tényleg rendesen már melegem van tulajdonképpen, mert tényleg már rendesen melegem van, pedig nem vagyok annyira vastagon öltözve. Igaz, reggel, amikor indultam Veszprémből az éjszakás műszak után, akkor igen, igen hűvöske volt még az idő, mert tényleg hűvös volt a reggel, amikor elindultam Veszprémből, közvetlenül a éjszakás műszak után, mert ugye ma reggel 6 órakor tettem le a lantot a munkahelyen, és majd legközelebb hétfőn fogok dolgozni, délután. Igen, jövő héten délutános leszek, hétfőntől, mert jövő héten délutános leszek, hiszen már elmondottam többször is, hogy én klasszikus három műszakban dolgozok, tehát tényleg ez az igazi klasszikus három műszakban dolgozok, 8 órákat természetesen, úgyhogy hétfőntől délutános leszek. Azért az nem annyira fárasztó, mint az éjszakás műszak, de viszont az éjszakás műszak meg azért jó, egy, a munkahelyen nyugis abban az éjszakás műszak, kettő, van éjszakai pótlék is, mert létezik éjszakai pótlék, hisz kötelező fizetni az éjszakai pótlékot, és bizony az jó sokat tud nyomni az embernek a fizetésén, egy jó kis éjszakai pótlék, mert tényleg jó sokat tud nyomni az a embernek a fizetésén, hisz ahogy mondottam, én is dolgozó ember vagyok, nekem is van egy munkahelyem, ahol el kell járjak dolgozni. Úgyhogy haladok is tovább itt Balaton-Akali külterületén, mert ugye ez ugye Balaton-Akalinak a külterülete, ahol most is éppen gyalogolok. Hú, gyerekek, egyre jobb az idő, komolyan mondom. Főleg úgy, hogy az út emelkedik is folyamatosan fölfelé, plusz most a hátam mögött van a nap,
ez a videó szempontjából mondjuk tökéletes, hogy a nap a hátam mögött van, mert ez így tökéletes a videó szempontjából. Tehát ugye ezt mindenki tudja, aki egy kicsit is ért a fényképezéshez, illetve a videózáshoz, hogy úgy jó videózni és fényképezni, hogyha az embernek a háta mögött van a nap, és azt csüti a nap, amerre éppen halad. Mint például most én északi irányba haladok, mert tényleg most északi irányba haladok per pillanat, észak felé haladok. Hú, gyerekek! És van egy kis emelkedő is az útban, tehát van egy kis emelkedő is itt felfelé, mert tényleg van egy kis emelkedő is. Ez így elég jó látható a felvételen, hogy van egy kis emelkedés, de nem olyan vészes, tehát nem olyan vészes. Hú, gyerekek, jó az idő, hála Istennek. Láthassátok, hogy ragyogó kék-kék bolt, mert tényleg ragyogó kék-kék bolt van, ahogy látható ezen a felvételen. Hát jó, egy kicsit a kamera túlszínezi ezt a kéket, mert tényleg egy kicsit túlszínezi, mert azért nem ennyire sötét kék az ég, mint ahogy most látszik ezen a felvételen. Tehát egy kicsit a kamera túlszínezi. Hát ez mondjuk az akciósportkamerákra jellemző, főleg ezekre a belépő szintű akciósportkamerákra, mert ugye ez egy belépő szintű akciósportkamera, amivel rögzítem ezt a videót. És igen. Tehát valójában egy kicsit másképp néz ki ez a kék, mint a valóságban. Tehát egy kicsit sötétebbnek látszik a kék, mint amilyen valójában. Mármint az ég. Tehát sötét, jóval világosabb az égbolt, mint amit ti most láttok. De hát ugye ezek az akciósportkamerák már csak ilyenek. Hiszen ugye ez egy belépő szintű akciósportkamera, tehát nem egy profi kamera, de ez nem egy profi kamera, hanem csak egy belépő szintű akciósportkamera. És lehet is látni, hogy igen, hogy túlszínezi, tehát túlszínezi a kéket, tehát lehet látni ezt egész jó, hogy túl van színezve ez a kék, mert az ég valójában nem ennyire kék, mint ahogy látszik ezen a felvételen, hisz a kamera ezt túlszínezi. Na de, nem ez a lényeg, hanem az, hogy itt gyalogolok tovább, és haladok Balatonudvari irányába, és az út megy felfelé, hát közben kiérünk egy ilyen erdős, bozótos területre, tehát kiérkezünk egy ilyen erdős, bozótos területre, ahogy láthassátok ezen a felvételen, mert tényleg kiérkezünk egy ilyen erdős, bozótos területre. Hasonlít ez a klasszikus túráimra. Hamarosan jönnek a klasszikus túráim is, hiszen a szarvasbőgés már lezajlik lassacskán, vagy már le is zajlott a szarvasbőgés. Valójában ezért nem túráztam az erdőbe mostanában, mert tényleg valójában ugye mostában nem túráztam az erdőkben a szarvasbőgés véget. De ugye így október közepe felé, mert ugye október közepe felé vagyunk lassacskán, így ezáltal lassacskán véget ér a szarvasbőgés is, és akkor visszatérek a klasszikus túra útvonalas videókhoz, mert vissza fogok térni a klasszikus túra útvonalas videókhoz, hiszen mégiscsak az a fő profilom, amikor klasszikus túraútvonalas videót készítek. Jó, mondjuk ez se rossz, mert ez se rossz. Tehát ez a túra se rossz, mert már hetek óta csinálom ezt a túrát, mert tényleg hetek óta csinálom, és én mindig nem untam rá, mert tényleg még nem untam rá. Mert már tényleg hetek óta benne vagyok ebbe a túrába. De hát, hogyha megnézitek a utóbbi hetekben készült videókat, ez jól leszűrhető a videókból is, hogy már hetek óta ugyanebben a túrában vagyok, amit most is éppen rögzítek, így videóra néktek. Hú, és az út ezért egy kicsit itt húzós kezd lenni. Azért egy kicsit itt már húzós ez az emelkedő. Hát
megmásztam én már ennél meredekebb emelkedőket is. Sokkal meredekebb emelkedőket is megmásztam már ennél. A Balaton felvidéken vagy a Bakonyban, sőt a Tihanyi félszigeten is. Ennél sokkal meredekebb lejtőket is, emelkedőket is megmásztam már. Túraösvényeken, itt a Balaton felvidéken, meg a Bakonyban is. Hú, gyerekek, azért kéri az energiát ez az út, tehát azért kéri az energiát ez az út, mert itt egy kicsit most meredekebb, ahogy látható ezen a felvételen, tehát itt egy kicsit most meredekebb az út, ahogy láthassátok, mert tényleg most egy kicsit meredekebb, de mindjárt fölérek a domb tetejére. És vissza kimegy a kerékpárút a 71-es számú főút mellé, tehát tényleg vissza kimegy a kerékpárút a 71-es számú főút mellé. Hú, gyerekek! Hú. Pedig nem olyan meredek ez az emelkedő, és mégis hú, gyerekek, lihegek. Jó, mondjuk ezt most betudom annak, hogy közvetlenül az éjszakás műszak után vagyok itt, tehát szemhunyásnyit se aludtam, legalábbis rendesen nem aludtam egy szemhunyásnyit se. Hát most, amit Balatonfürettől aludtam az Erzsébet táborig a vonaton, az valójában csak szundikálás volt, az nyilván nem lehet összehasonlítani egy rendes alvással, mert ugye Balatonfüreden, amikor felszálltam a vonatra, utána ugye az Ánka Erzsébet tábornál ébredtem meg, tehát valószínű, hogy beszundikáltam egy kicsit, de ez nyilván ugye természetes ilyen esetben, amikor az ember ugye közvetlenül a éjszakás műszak után belevág egy ilyen jó kis túrába, még ez az én döntésem volt, de hát vétek lett volna ilyen gyönyörű szép napsütéses időben aludni fényes nappal, tehát vétek lett volna, így hát inkább úgy döntöttem, hogy eljövök és folytatom tovább a túrát. Végül is így döntöttem, hogy folytatom tovább a túrát. De hát nézzétek meg a NESZ megelőző videókat is, és akkor fogjátok érteni, hogy tulajdonképpen miről is hablatyolok itt. És pillanatokon belül visszakérkezek a 71-es számú főút mellé. Mert tényleg pillanatokon belül visszakérkezek a 71-es számú főút mellé, és a kerékpárút a 71-es főútnak ezen az oldalán fog haladni, tehát a Balaton felüli oldalán. Hú, gyerekek, rendesen melegen van amúgy meg. Na és akkor itt jobbra kell kanyarodnom, tehát itt szépen jobbra el kell kanyarodni. Amúgy ott a út másik felén is halad befelé egy út arra az erdőbe. Tehát halad befelé egy út ott a 71-es út túloldalán, befelé az erdőbe. És úgy látom, hogy egy sárga kereszt túraútvonal halad arra felé. Tehát úgy látom, igen, jól látom, hogy egy sárga kereszt túraútvonal halad arra felé. Befelé azon az aszfaltos úton, befelé az erdőbe, ami ott van a 71-es számú főút másik oldalán. Tehát ott egy sárga kereszt túraútvonal halad befelé az erdőbe. Egyszer szerintem azt is be fogom járni. És akkor itt most jobbra kanyarodok, tehát szépen jobbra elkanyarodok. Vagyis arra felé haladok tovább Balatonudvari irányába. Tartsatok velem a továbbiakban is. Köszönöm szépen! És akkor haladok is tovább, ahogy láthassátok ezen a felvételen. Tehát folytatom tovább a mai túrámat. És haladok ugye Balatonudvari irányába. Balatonakalit már magam mögött hagytam, és mivel, hogy ez a videó már több mint 20 perce megy, így hát lassacskán le is zárom ezt a videót, és egyelőre megköszönöm a megtisztelő figyelmet, hogy itt voltatok velem
ebben az újabb spontán, amatőr, vágatlan, sétálós, értelmetlen, gagyi videóban. Természetesen, hogyha tetszett ez a videó, akkor azt díjazzátok egy lájkkal. Ha nem tetszett, akkor nyomjatok rá nyugodtan egy diszlájkot, illetve írjátok meg a véleményeteket a komment szekcióban, természetesen a videóról, illetve az útvonalról. Köszönöm szépen! És akkor hamarosan fogom folytatni ezt a túrát egy következő videóban. Remélem, hogy a következő videóban is velem tartotok, hiszen hamarosan folytatom ezt a túrát ezen a ragyogó napsütéses szombati napon. És én majd a továbbiakban konkrétan arrafelé fogom folytatni a túrámat, tehát arrafelé fogok haladni a továbbiakban, de ez egy következő videó témája lesz. Addig is legyetek jók, vigyázzatok magatokra és egymásra. Üdvözlettel Frici, Balaton Akali környékéről. Sziasztok! És ne feledjétek, hamarosan folytatom ezt a túrát egy következő videóban. Addig is legyetek jók, vigyázzatok magatokra és egymásra. Sziasztok!